óra indult. Szeretettel köszöntelek, kedves kollégák, benneteket. Én kísérletem az olyan, hogy én sötétbe bujkáló leszek, tehát nekem is gyakran majd sötétre lesz szükségem ahhoz, hogy meg tudjuk nézni a kísérleteket, ugyanis a fénytani kísérletek azok igazán sötétben jól mutatnak. Gondolom, hogy mindenki fölismeri, ezek nem mások, mint távirányítók. Ennek ugye a végében nagyon jól tudjátok, hogy infravörös ledek vannak, amelyekkel lehet a tévét, illetve mondjuk bármilyen ilyen elektronikai eszközt vezérelni, a hangot, stb. És hát ugye, ha megnyomjuk a gombokat, akkor az emberi szem által nem látható fény, infravörös fény jön ki. De remélem nem kapcsoltátok ki mindannyian a mobiltelefont, és kérek most egy kis sötétet. Ugyanis, hogyha a mobiltelefonjának a kameráját elindítja valaki, akkor így is meg lehet látni az infravörös fényt, illetve hát nem magát az infravörös, hanem annak az előidézőjét. Ha megvan, akkor tessék szólni. Lehet látni? A kamera pont nem fogja látni. Ott is mutatom. Szerintem, amikor ott megnyomta, akkor látta az a kamera. Ott. Látja, ott. Igen? Tehát nagyon simán meg lehet mutatni, íme láttuk ugye a láthatatlan. Na most, hát általában a fénynek az a tulajdonsága, hogy látható legyen, de gondolnátok ki azt, hogy a fénynek, nevezetesen az infravörös fénynek hangja is van. Ha nem hiszi valaki, akkor már is bebizonyítom, ugyanis az infravörös fénynek ez a hangja. Egy másiknak ez a hangja. És akkor most kérek egy kis világosságot, és bemutatom azt a nagyon egyszerű eszközt, amit összeállítottam. Gondolom mindenki fölismeri, ez egy nagyon régi hangfal, egy hangszóró van benne, és a tetején, ami a leglényegesebb, egy nagyon picike kis, fölismeri valaki? Napelem, igen. A napelem rendkívül érzékeny a fényre és a fényváltozásokra, és hát ugye tulajdonképpen ez a főszereplője. Na most a probléma az, hogy elég kicsi és nagyon pici feszültség keletkezik, illetve hogyha az áramakört nagyon kicsi áram keletkezik, úgyhogy ennek a dobozkának a belsejében azért van egy 14 wattos hangfrekvenciás erősítő, ami ezt a nagyon pici áramot, ami itt keletkezik ilyenkor a fény hatására, az felerősödik. Bizonyítva az, hogy ugye a fény az anyagi eredetű, hisz ha más testekkel találkozik, akkor változást tud létrehozni, nevezetesen, hogyha találkozik egy nagyon érzékeny, egyébként is érzékeny napelemmel, akkor a napelembe is változást tud létre, illetve áramot fog létrehozni. És innen láthattuk is, hallhattuk a láthatatlant és a hangja is van neki. Menjünk el a látható tartományba. A következő, amit szeretnék mutatni, két LED lámpát mutatok itt, és akkor legyetek kedvesek megmondani, hogy mi a hasonlóság, mi a különbség, hogyha működtetem, és akkor szeretném hallani, hogyha mondanátok. Ez az egyik, illetve ez a másik. Tesselek megmondani, nem akarok senkinek a szemére világítani, de azért lehet látni ott fönn is, ugye? Mi a különbség vagy hasonlóság a kettő között? Színhővérséklete különbözik. Nagyon jó. Hát még? Szabdok. Semmi más? Szabdok. Volt olyan, hogy az egyik tőlem jobbra van, a másik meg balra van. Önöknek meg pont fordítva, ilyen is van. Igen, egyetlen egy alapvető különbséget nem hallottam, vagy nem meri mondani senki sem. Az egyiket ugye váltóárammal működtetem. A hálózati váltóáramnak a frekvenciája az 50 Hz, ezt nagyon jól tudjátok, gondolom. Bár voltak egyetemisták, akik nem tudták megmondani. Elég baj. És ilyenkor ez a lámpa tulajdonképpen másodpercenként 100-szor kialszik. Ezek is másodpercenként 100-szor kialszanak, csak a szemünk nem képes ezt követni, illetve pontosabban a szemünk tudja követni, csak az agyunk nem képes követni, és egy folyamatos világítást látunk. Ezt viszont, amivel különbözik az, hogy ez ugye hidegfehér fény, hogy ezt egyen árammal működtetem, mert ebben a dobozban semmi más nincs, mint három zseblánt a tele sorba kötve, és ez világítja meg. De nézzük meg, hogy tud-e különbséget tenni az én kis szerkezetem a kettő között. Hát akkor először megvilágítom ezzel a lámpával. És egy kis sötétséget kérek hozzá.
semmit nem lehet hallani, ugye? Ha viszont erőteljesen, drasztikusan változtatom előtte a fényerőt, hoppá, akkor viszont már lehet. Egy nagyon-nagyon pici búgó hangot lehet hallani, ugye? Ad is ér, arra is már érzékeny volt, tehát bizonyítja, hogy bizony a napelem a ventívül érzékeny. Most nézzük meg, hogy mi a helyzet, hogyha másik lámpával világítok rá. Süketítő is volt. Tehát hallottuk akkor a 230-nak a hangját is, és most kérek egy kis világosságot. Bizonyítja, hogy ennek a frekvenciája ma más. Több mint valószínű, hogy 100 Hz-es lámpák vannak beépítve, ennek már a frekvenciája teljesen más. De a napelemünket nem lehet becsapni. A következő, amit szeretnék mutatni, ez most már erre már nem lesz szükségem, ezt szélre teszem, maradjunk meg ennél az egyenáramú LED lámpánál, és a következőt fogom csinálni. Ha ennek a lámpának az áramkörébe beavatkozik egy külső áramforrása, nevezetesen mondjuk egy rádiónak a végfokán, amit lehet hallani, hallgatni a fülhallgatót is, itt elég alaposan változó áram fog, változó feszültség, illetve zárjuk a kört, akkor változó áramlépő, annak az ütemével változik és váltakozik, ahogyan a hang vagy a zene jön ki belőle. Ha én beavatkozok ennek a lámpának az áramába, akkor tulajdonképpen a lámpámon is egy változó intenzitású fény jelenik meg, abban az ütemben, ahogyan itt kapja ettől a rádiótól. Hát keresünk egy nagyon kellemes zenét, találok. Hát most pont fel az van. A hatos lottó mellett várható főnyeremény. Lottózik valaki? Nem lottózik? Jár lottózóban, interneten vagy okos lottón. Na most ezt akkor azt csináljuk, hogy... Legyen most vasárnap, neked is halacod. A szerencsét... Belevezetjük ebbe ezt az áramot, ezt el fog kapulni a rádió, abszolút. És belevezetjük a lámpába ezt az áramot, és tulajdonképpen ennek a... Egyen áramát már is megváltoztattam, moduláltam ennek a rádiónak az áramába, és most hallgassuk meg, hogy mi történik ebbe a lámpába, illetve a hangfalunkba. Kérek villanyt le, ne legyen zavaró. Tokai borokkal ismerkednek az olasz borászok. Szívesen kívánok, kis Monika vagyok. Azt hiszem elég meggyőző, hogy visszakapjuk ugyanazt a hangot, amit a rádió ad. Hát nagyon jó, lehet világítani és egyben zenét is hallgatni ugyanazt a fényjel. Na most azt gondolom mindenki látja, hogy eléggé digvergálnak a fénysugarak ebből a lámpából, és minél távolabb legyek, annál halkabb válik az adásom. De hogyha ezeket a fényeket megpróbálom egy lencsével összegyűjteni, és elkapok mondjuk 1-2 pixelt ebből a lámpából, akkor lehet hallani a hangját. A végemenet résztvevői 5 kilométer hosszan sétáltam. Fölerősödök a hang. Koncentrálom, összegyűjtöm ezeket a fénysugarakat, mennyivel hangosabbá válik. A Fidesz kommunikációs igazgatója. Köszönöm, most kérek egy kis világosságot. És tulajdonképpen, ami a címbe szerepel, most áttérünk egy kicsit a lézerre, hogy vajon lézerrel lehet-e ugyanezt megcsinálni. Annyi különbség van ugye e között meg a lézer között, hogy a fénysugarak a lézernél majdnem tökéletesen párhuzamosak. Tehát a lézerben, a fénysugárban a divergálás szinte nulla, nagyon-nagyon picike. És megnézzük, hogy például egy ilyen vörös színű lézer pointerrel lehet-e ugyanígy közvetíteni ezt a műsort, mint amit itt hallottunk. És akkor most megint kérek szépen, hát most elég távolra el kellene mennünk. Én azt terveztem, hogy fölviszem olyan magasra, de nem gondoltam, hogy illetve minél távolra, csak nem gondoltam, hogy ilyen magasan leszünk. Úgyhogy talán egy kicsit elrédülök bele, hogy lézerrel ez kicsit hatásosabban fog működni, ugyanis a fény koncentrációja az megmarad, illetve
Hát ugye itt, mivel nagyon kevés és nagyon picike a fénynek a divergálása, így a fény az eléggé koncentrált, és erre fogjuk majd megvilágítani a napelemünket. Kérek akkor egy kis sötétséget. És akkor összedugjuk gyorsan itt. Igen. És ebben a sugárban már tulajdonképpen benne van az információ, csak el kell találnom a... Most a kevésbé, tehát például a fordult is helyet kaptak. Egyre jobban beborul az ég, most még csak néhol alakulnak ki záborok, holnap azonban... Nem csalás, nem állítás. Hogy jön a hó? Igen, akkor nem hallgatjuk tovább. Kérek akkor egy kis fény. Tehát íme lézerrel ugyanúgy lehet ugye közvetíteni hangot, tehát lehet műsort szórni. Lekapcsolom, mert most egy kicsit zavaró már. Na most ugye ennek egyetlen problémája van a közvetlen fényeltudtatás egyik helyről a másikra, hogy bárhol oda teszek egy olyan testet, amelyik nem engedi át a fényt, akkor megszakad ez az áram. Hát erre találták ki az üvegszál optikát. Na most, hogyha az előző lámpánál, ennél a lámpánál leveszem, és csak mondjuk egyetlen egy pixelt használok föl, és ebben fogom működtetni a lámpámat, tehát itt tulajdonképpen körülbelül olyan 1 négyzetmilliméternyi fény fogja érni, és hát közel sem egyenes vonalba terjed, ugye tudjuk, hogy teljes visszaverődés következtében a másik oldalon megjelenik ez a fény, hát el is lehet vele játszani, egy kicsit a fényforrás lehet látni, ha el szakarom, akkor nincs, ha van, elengedem, akkor átmegy rajta, és ugye közel sem egyenes. Gyorsan ráteszem, és lezárjuk ezt a fényforrást, hogy csak ezen a pici jöjjön keresztül. Ez lesz a leden. Ez lesz a rádió. Meghallgatjuk, hogy van-e zene. Most már zene van, jó, nagyon jó. És most kérek akkor sötétet. És megnézzük, hogy ebben sikerül-e. Íme így oldják meg szál optikával az információ közvetítést. Tehát nem kell hozzá egyenes vonal, bárhova, bármilyen, nem tökéletesen egyenes vonalba el lehet vezetni, és az információt át lehet juttatni. Természetesen ugyanezt meg lehet csinálni lézerre, ha ennyit megengedsz még Éva, akkor ezt is megmutatnám. Bár itt ugye az intenzitás az sokkal kisebb, hiszen ha megnézzük, akkor ekkora felületen jön csak ki az információ, tehát nagyon pici felületen érkezik, tehát nagyon pici lesz az a változás, amit a napelemen létre tud hozni, de tökéletesen ugyanúgy működik, mint hogyha teljes fényerővel működne, csak egy kicsit halkan. Hát megcsináljuk ugyanezt a lézerrel. Ne mondjál ilyet. Akkor remélem, hogy nem rántottam ki belőle. Akkor itt lezárjuk ebben egy ugyanolyan száloptika van itt is, tehát ha megnyomom, akkor ennyi jön csak ki belőle. Nagyon picike, és nézzük meg, hogy így is működik-e. Ugyanúgy működik száloptikában is. Köszönöm szépen! Egy mondat még, a lelki füleimben már hallom, hogy és mikor fogok közvetíteni, képet is, ugyanebben a technikában. Hát az a jövő lenni jelent. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Várunk a képekkel is. Együtt köszönjük szépen!